A Magyar Polgári Kaszinó műemlékvédelmi csoportjának vezetője, Rezicska Károly, a mártirok nemzetmegtartó mi voltját méltatta. Mint a temetőben is a szövegemben elmondtam, hiszen ők voltak azok a hősök, akik életüket adták a mi szabadságunkért. Ez egyértelmű, ezt nem szabad elfelejteni, és nem felejtjük el soha. Ezt követően az egybegyűltek lerótták kegyeletüket az első világháborúban elesett katonák sírjainál is. A megemlékezés a Magyar Polgári Kaszinó udvarában folytatódott, ahol a kegyelet virágait Schweidel József vértanú mellszobránál is elhelyezték. Ezen a napon megállunk egy icipicit, és átgondolva, átszellemülve próbálunk tovább lépni és tenni a dolgunkat, és megtartani ezt a kis közösséget. Remélem, hogy sikerülni is fog. A koszorúzáson többek között részt vett Sarlai Péter, Magyarország szabadkai főkonzulátusának konzulja, valamint Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke is. Schweidel József, aki itt született, még inkább a szívünkbe lopja azokat a napokat, azokat a pillanatokat, amelyek 171 évvel ezelőtt történhettek, amelyek arról szólnak, hogy abban a világban hogyan, miként próbálta a nemzet megőrizni szabadságát, hitét, és hogyan tudta ezért életét is áldozni. Az egybegyűltek alkalmi műsort tekinthettek meg a Magyar Polgári Kaszinó fiatal tagjainak előadásában.